Holn csatornáját dobtátok be Discordon, én nem ismerem őt, 58 ezer feliratkozója van, de elküldtétek a magyarok vs. amerikaiak 6 perces videóját, amin így néztem, hogy Jézusom, 355 ezer megtekintés van. Gondolom, hogy ő egy amerikai-magyar kettős állampolgár, vagy valami hasonló szituációban lévő srác, és ahogy elnézem a csatornáján a női ruhákat, meg öltözeteket, Gondolom, hogy egyébként ő szeret humorizálni, úgyhogy az Amerikai Attitűd Magyaros Szituációkban című videóját nézzük meg Magyar Linkolnak. Ahogy láttam, itt a cseten ismeritek, gondolom sok ilyen sorcot meg TikTokot gyárt, hát ismerjük meg Linkolt. Sziasztok, egy másik videóban van, én arról beszéltem, hogy... Szelló! hát én se tudok beszélni magyarul, kész, ez nagyon hétfő van ma, szóval hello, Köszönjetek Linkolnak. Ennyire nem szeretek az általánosításokról beszélni. Ami most egy kicsit ironikus is lesz, mivel a mai videó az általánosításokról fog szólni. Vagyis Amerika és Magyarország közti kulturai és nyelvi különbségekről szeretnék beszélni, amiket észrevettem, amikor Magyarországon laktam. Én bírom az ilyen videókat egyébként, de nem tudom, hogy mitől. Szeretem, amikor valaki így, nem tudom, két különböző kultúrában él, van, van, a TikTokon is volt egy csaj, amikor amikor főraktam a TikTokot először pár éve, nem volt olyan rég, boomerség, ott is láttam, hogy van egy ilyen szőkehajú euh, csaj, aki azt hiszem szintén amerikai, és tud magyarul, vagy magyar, és tud, de mindegy, ki Mi biztos tudjátok, azért mondom csak el, mert tudom, hogy tudjátok, hogy valami szőkelány. Meg emlékszem, hogy nagyon régen a YouTube-on, nem tudom, hogy ezt csak álmodtam, vagy így volt-e, a... volt egy srác, aki meg Ausztráliában élt. Azt hiszem, nem a Forstner csengére gondolok, hogy dugjam le a torkotokon a Shaken Expressot. Hogy lehetek ennyire idiót? Na, elnézést kérek. Egy pillanatra elgyengültem, de semmi gond. szóval volt egy srác régen a Youtube-on, azt hiszem, Ausztráltom, az, a Ausztráltom, én nem tudom, hogy ő még van-e, igen, így az ő videóit láttam régen. Szóval én szeretem ezt a témát, csak ezt akartam, ezt akartam elmondani, de csengével most megtorpetóztátok az agyamat. <kül> Aki most van itt először, annak csak annyit kéne tudnia rólam, hogy én egy magyar származású amerikai férfi vagyok, Amerikában nőttem föl, és csak 24 évesen voltam először Magyarországon. Ha várjál, és 24 évesen kezdettem megtanulni magyarul, mert a skill, felnőttként megtanulni magyarul, az bazzeg, ad nekem mindenkinek részpeg. Az első Vagy már gyerekkorában is tanították. dolog, amiről szeretnék beszélni, az általában az étkezésnél fog. Tudom, hogy halk a videó, nem mit csinálni, maximum van, bocs. Elő. Valamiért a magyarok nem mindig értik, hogy ha én nem kívánom az épp kínált ételt, akkor az nem azt jelenti, hogy nem szeretem. <laughs> Ezeket imádom. És emiatt sokszor olyan vicces szituáció volt, hogy... <hats> És hozzá kell nyeret. Nem, nem kérek, köszönöm. Miért nem, nem szereted? De ne, csak. Hát akkor. É. Csak épp nem kívánom. É. Ennek még van a durvább verzió. <laughs> És akkor nem szeretsz? Igen. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát hogyha magyarozzunk, hogy magyar szokás az, hogy a kajából sosem elég, mindenkinek van egy olyan rokona, nagymamája, nagypapája, szülei, olyan nincs, hogy nem eszel. Miért nem eszel? Hát, ed, hát, Afrikában éheznek, ez az egyik, amit gyerekként mindenkinek végig kellett hallgatnia, a másik meg, hogy de eszel. Tehát olyan nincs, hogy nem kérek többet. Tehát, hogyha azt mondod a családi ebédnél a nagymamának, hogy nem kérek többet, az azt jelenti, vagy az megy át az input rendszer, hogy nem kérsz olyan sokat. Hát nem teleké, de olyan, hogy nem kérsz, olyan nincs. Adon is Ja, nem, köszönöm. Nem szeretted? Adj is kérsz Igen, beteg vagy. Nem kérek, köszi. Nem szereted a kávét? Nem, a kávét annyira nem szeretem. Miért nem? Következő dolog, amit észrevettem. Ha magyarok telefonon beszélnek, akkor néha sokáig is tarthat az elköszönés, és milliószor sziát vagy hellót kell mondani ahhoz, hogy a másik érts, hogy lassan leteszed. Na jó, akkor majd este találkozunk, jó? jó? Jó, 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 szia! Szia, szia, szia! Hello, hello, szia, szia, szia! Szia! Én, e... hogy, ez, hogy ez magyar, sz... e, hogy ez tipikus magyar szokása, azt nem tudom. Nekem erről azért fura nyilatkozni, mert ez nekem anyám. Tehát... Hát szeretlek, anya, ha véletlen nézed ezt a videót, tehát nekem ez anyám. Tehát... Tehát a, az elköszönés, az az, az, az 50 perc az elköszönés, csak már velem megtanult a szegény anyukám, hogy velem nem tudja ezt eljátszani, de hogyha nem tudom, barátnőjével beszél, vagy bárkivel, az ilyen. De hogy ez ilyen tipik magyar szokás lenne, azt nem tudom. Szia, 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 szia. Ja, átadom, köszönöm szépen. Szia, 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 szia. Nem tudom, én, én, lehet, lehet, hogy ez, nem tudom, ez, ez az én anyukám, vagy így mindenkinek inkább van, van anyukája, vagy szóval, hogy ez egy régebbi generációra jellemző dolog, vagy ez csak attól függ, hogy ki mennyire plegykás, nem tudom, mert szerintem ez ma már nincsen meg, mondjuk nem is annyit telefonálunk. Van valaki, aki egyébként magára ismer? Tehát nem azt mondja, hogy anyukám, vagy apukám, vagy nagyszüleim ilyenek, hanem ti ilyenek vagytok? Tehát, hogy ez még jellemző? Hogy va van, aki, van, aki ilyen. Mert nekem nincs, nincs, de nem. Tehát olyan ismerősöm nincs, aki így hosszan elköszön, már hogy mondjuk így korombeli, vagy kollégám, vagy haverom. Olyan ismerősöm van, ez a tipikus, és ilyenetek biztos, hogy van, de az nem ez a szituáció, akivel tudom, ha fölveszem a telefont, az 20 perc. Tehát tök mindegy, hogy mit akar. Tudom, hogy ha felveszem neki a telefont, akkor az minimum 20 perc. De csak akkor, hogyha egy rövid dolgot akar, az 20 perc. Tehát ilyen ismerőseim vannak, <laughs> akikről tudom, hogy hosszan beszélnek, de ilyen hosszú elköszönés ez nekem így nincs meg, csak anyukámnál. Úgyhogy, yeah. Ja. <laughs> Miközben Amerikában annyi elég, hogy. Cool, bye. <laughs> a következő dolog. <laughs> a filmekben van ez. De lehet, hogy megvan nektek az a Hawaii Metrész, amikor összetörik a, a tükör hogy csak akkor esik le valami dolog, hogyha hangosan kimondod. A filmekben van ez, hogy a telefont sosem veszik föl, és teszik le rendesen. De ezt megfigyeltétek már? Tehát nincs olyan film, amiben rendesen fölveszik, vagy rendesen leteszik a telefont. Tehát egyből izé van, mi van, mi van, és soha nem teszik le rendesen, hogy szia, hello, majd beszélünk, vagy visszajön. Egyszer csak vége a hívásnak. Tehát, hogy elmondják az információt, és vége a telefonbeszélgetésnek. ilyen nincs az életbe. Tehát muszáj lefutni a kötelező köröket, hogy és rég beszéltünk anyát, hogy van család. Igen, igen, igen. A filmekben ilyen nincs. Amiről szeretnék beszélni, talán a kedvencem, mert szerintem az a legviccesebb, és ez a felszólító módról szól. Ezt általában akkor vettem észre, amikor valaki kért tőlem valamit, vagy megkért valamire, és a felszólító módot használta, alkalmazta. Sokszor én azt hittem, hogy haragszik rám, vagy rossz kedve van, vagy talán én mondtam valami rosszat, vagy én csináltam valami rosszat. És az azért, mert az angolul beszélő világ... Ahogy ah, ez annyira cuki. ...van, egy kicsit udvariatlannak hangzik a felszólító mód. Szóval nem mindig elég csak a felszólító mód, hanem ilyen, ilyen hát több dolgot is kell mondani hozzá, nehogy olyan nem kedvesnek hangozzon. Tehát akkor az a kérdés, hogy hogy lehet bármit kérni angolul, hogyha nem elég a felszólító mód. Én azt szoktam mondani, hogy ha kérünk valamit, akkor közben három dolgot kell csinálni. Egy, előre elnézést kell kérni, hogy egyáltalán mersz bármit kérni, te bonko. Kettő, folyamatosan olyan dolgokat... De ezek nem az angolok inkább. A, a may I, may I, bocsánat, megkérdezhetem, hogy elnézést kérek, hogy létezem, bazd megadnál egy kis sót. Ezek nem az angolok? Én azt nem ezek az angolok, nem az amerikaiak. Mondjál, mint például, ja, ha nem zavarlak, vagy ha nem sietsz, ha nem baj, mindenképpen győződjél meg arról, hogy nem zavarod. Három. Isz... Ki az angolokról beszél, azt hittem az amerikaiakról. Nagyon fontos, hogy hangsúlyoz, hogy mennyire hálás lennél, és mosolyogjál végig. Aki ismeri az amerikaiakat, az tudja, hogy ezt a három dolgot néha túlzásba is visszük. Köszönöm. Elnézést? Azt hiszem, mondom, hogy amerikaiakról beszél, nem az a. Ne keverjük össze az angolt, az Egyesült Királyságot Amerikával. Mindenkiről beszél, aki angolul beszél. De szerintem, nem tudom, én valamiért azt hittem, hogy ez UK-re jellemző ez a... Mély ágy, bocsánat, megtisztelhetem azzal, hogy létezek és szóba állok magával, ezt én így nem tudtam, hogy Amerikában is ennyire megvan. Szia, köszönöm. Na, bocsánat. Dolgot néha túlzásba is visszük. Elnézést? Szia, köszönöm. Uh, amúgy bocsánat kérek, remélem, hogy nem zavarlak. Uh, figyelj, esetleg oda tudnám menni az ajtóhoz? Please, az olyan nagy probléma lenne. Tényleg nem akarlak zavarni, de ha már ott vagy, please, akkor az nagyon jó lenne, hogyha meg is fognád a kilincset, de tényleg csak akkor, hogyha ráérsz. Nem akarlak zavarni. Van időd? Jó. Ha már megfogtad a kilincset, ha esetleg be is csuknád az ajtót, az olyan nagy probléma lenne, mert olyan rosszul is érzem magam, hogy ezt egyáltalán kértem. És ez hogy működik? Ez hogy működik a magyaroknál? hogy működik a nyitva maradt az ajtó a magyaroknál. Szaron csúszik meg! <laughs> de nagyon-nagyon-nagyon hálás lennék, ez nagyon értékelném, nagyon megköszönném. Ó, de jó, köszönöm szépen, tényleg föl is áldoznám az el... Vagy barlang valaksz, baszod! <laughs> Igen szület fiamat. Köszi szépen, köszi, 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 köszönöm, kösz... Miközben szerintem Magyarországon annyi elég, hogyha valaki egyszerűen annyit mond, hogy csukja már be valaki ezt az ajtót. Az utolsó dolog, amiről szeretnék beszélni, az inkább arról szól, hogy az amerikaiak a magyarokhoz képest mennyivel beszédesebbek. És az lehet, hogy itt a beszédes nem a legjobb szó, de én főleg arra gondolok, hogy az amerikaiak nagyon szeretnek beszélgetni, még tök ismeretlen emberekkel is. Akár az utcán, akár az étteremben, akár... Igen, ez, ez, a, ez tényleg olyan dolog, amit, amit így... De ez nem csak az amerikaiak, az ameriknál kifejezetten jellemző, de ebben igen, ebben ebben lehet magyarozni. Én nem szeretem az általánosítást, de tény, hogy ez a talkative, vagy nem tudom, mit mondanak erre az angolok, ő, ő, ők, vagy amerikaiak, nagyon szeretnek beszélgetni, és ez amúgy azért tűnik mindenki olyan rohadt kedvesnek, mondjuk Amerikában, vagy bárhol, mert ők így beszélgetnek. A magyar meg ugye úgy megy ki az utcára, mindenki, úgy megyek az utcán, hogy így, így megyek, hogy bazdeg rá ne kelljen néznem valakire, meg ne szólítson bazmeg. hát nem ismerem, ki vagy te, ne, nehogy találkozzon bazmeg, ha találkozik a szemünk, az kettő dolgot jelenthet, ugye? Tehát van az egyik, a mi van, mi van, mi van, mi van? Mi van tehát vagy verekedés van belőle, vagy valamit akar tőlem kérni, és tőlem bazmeg ne kérjen már senki semmit, tehát mi lesz, hogyha nem tudok neki segíteni, nem is ismerem bazen, de a végtelen szorongás ott van bennünk. Ez, ez ilyen, igen, ez egy nagy kulturális különbség. De a, a viccet félretéve egyébként, ez az nem azt jelenti, hogy a magyarok feltétlenül nem lennének annyira kedvesek. De nyilván most próbáltam elviccelni a dolgot. Csak mi, mi nem vagyunk ezek a, ezek a mindenkivel, bárkivel, bárhol szívesen leállok beszélgetni mi nem vagyunk ilyenek. Kár a boltban, szinte mindenhol. És én azt tapasztaltam Magyarországon, hogy az nem mindenhol megszokott, és nem mindenkit érdekel annyira az életed. találkozik a tekintetünk, akkor kihívhatom egy Pokémon csatára. Igen, én értettem ezt a referenciát. Minden egyes része. Jó napot kívánok, evidelni ja, szeretnék. Jó napot, bent vagy kint? Bent szeretnék ülni, köszönöm szépen. Várjál azt a mosómedve tojásával, panda pörkölt, békalencse főzelék, csőben sült lajhár, Obama kedvence, vagy csirkepaprikás. Ez a magyar menü. Amúgy um, azért szeretnék bent ülni, mert május van, és nagyon sok pollen van a levegőben ilyenkor, és nagyon-nagyon-nagyon allergiás vagyok a pollenra. Főleg a fűpollenre, fő de azért a fa is, ez tényleg borzasztó. Most már úgy kell minden reggel, hogy viszket a szemem, meg az orrom, meg a fülem. A fülem be is van dugolva, ez tényleg retteretes, ezt utálom. Várom már, hogy július legyen végre. Amúgy um, én azt hallottam, ez tényleg érdekes, képzelje. Ma reggel azt hallottam a rádióban, hogy mivel olyan havas volt a tél, idén sokkal több pollen van, mint amely Ennyi tavaly volt. Értem. Bocsánat. Bocsánat. Tessék Na jó van, szerintem ennyi már. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Remélem, hogy tetszett nektek jó ez a volt. Ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és az is jó lenne, hogyha a kommentekbe is írnátok a véleményeteket. Mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti is tapasztaltátok-e ezeket a különbségeket, vagy azért annyira nem. Nagyon kíváncsi vagyok. Ha fel is iratkoznátok, akkor azt nagyon megköszönném, de tényleg csak akkor, hogyha nem zavarlak titeket, csak akkor, hogyha ráértek, nem akarlak titeket zavarni, semmiképpen se, de nagyon megköszönném, nagyon hálás lennék, nagyon értékelném, értitek. Jól van, akkor majd legközelebb találkozunk. Sziasztok, 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 sziasztok. Na <tos> 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 és tényleg, látjátok, nem hazudik, hát ez egy őszintes srác, hát tényleg allergiás. <laughs> Tök Amikor jó külföldi volt. külföldi vagy, és nyári segít. Ja, nem vagyok külföldi. Tök jó volt. Nekem tetszett. Az van, hogy nyilván nagyon cringe tudnak lenni, és biztos neki is sok cringe TikTokja van, meg minden. Szóval nagyon kínosak tudnak lenni. Én se annyira szeretem az ilyen nehéz azt csinálni. Nekem is volt olyan videóm, ha emlékeztek, talán még a UPC is uh, izé, nehéz karaktereket játszani. De hát szerintem az a humor, amikor, amikor, karaktert kell játszani, és így, nem tudom, tudjátok, vannak ezek a videók, csak nem nagyon nézek ilyet, nem tudok példát mondani, hogy nem tudom, öt tipikus osztálytárs, és akkor az a videó, hogy, hogy megmutatják, hogy va van a gyúrós osztálytárs, van a könyvmoly, aki ül a sarokba, van az Osztály Kedvence, nehéz ilyen videókat csinálni, amik arra épülnek, hogy bemutatsz ilyen szereotípiákat, mert kínos, nyilván az. Viszont, hogyha valakinek tényleg direkt tapasztalata van arról, hogy érted, amerikai magyar kettős állampolgár, tehát van összehasonlítási alapja. Tök jó, mert neki sokkal jobban lejön az, hogy, hogy milyenek a magyarok, ahhoz képest, amit, amilyen embereket ő ismer Amerikában. Szóval emiatt szerintem tök autentikus, meg tök jó volt ez a kontent. Úgyhogy magyar linkoln. Köszönjük szépen. Tetszett nekem. Jó volt nagyon.